A Nagyhalászi iskola is részt vesz a Polgár Judit által fémjelzett sakpalota programban. A sakkoktatás mellett évente egy országos versenynek is otthont ad a Csuhanta Baptista Általános Iskola. A 4. országos baptista sakkupára 22 intézményből érkeztek versenyzők. A Nagyhalászi iskolában több mint 40 gyerek sakkozik versenyszerűen. Nyugodtan mondhatom, hogy évtizedes hagyományokra tekint nálunk vissza a sakkjáték szeretet, a sakkoktatása. Kezdetben szakkörformájában történt ez a program. A későbbiekben alakult ki az, hogy az órarendbe beiktatva oktatjuk a sakkot. Gunyec Zoltán sakkoktató szerint egyre több fiatal ül le sakktábla elé, és többségüket meg is tudják tartani. Az országban beindult sakkprogramok alapján nagyon sok gyerekkel sikerül megismertetni a sakkozást, és aki már megismeri a sakkot, az nagy valószínűséggel bele is szeret. Egy olyan játék a sakk, amelyik a boxhoz hasonlóan megmozgatja az agyat, csak egy kicsit másképpen. Egészen máshogy gondolkodtat és koncentráltatja az embert a sakk, mint egy számítógépes játék. Tehát mivel nehezebb is, óriási emocionális sikerélményt ad az embernek a versenysak. Természetesen a partiban csak egy ember nyerhet, vagy esetleg döntetlen lehet, viszont ugye egy versenyen, meg versenyről versenyen sok-sok partit vívunk, és egy-egy szép győzelem örökre belevésődik az ember emlékezetébe. A nagyhalászi versenyen a fiatalok 4 korosztályban mérték össze tudásukat, és a szervezők, az edzők, kísérők számára is rendeztek egy villámtornát.